Köszöntöm Önöket! Legutóbbi Életmód című magazin műsorunkban az élelmiszeriparral kezdtünk el foglalkozni. Akkor beszéltünk a gyorséttermi koszt veszélyeiről, és betekintést nyerhettünk a városszéli tanyavilágba is. Mai műsorunk alkalmával sem tágítunk a témától, sőt, tovább megyünk. Nézzenek minket! Gyakran halljuk, hogy mindenkinek egyéni felelőssége mit visz be a szervezetébe. Egyéni felelősség az elhízás is, de az élelmiszeripar az, aki három ízre építi jövőjét. Tudják, hogy a sót, a zsírt és a cukrot tartjuk kellemesnek. Ezek a dolgok ritkák a természetben, mégis korlátlan mennyiségben állnak rendelkezésünkre. Az élelmiszeripar nagyon sokféle eladható terméket gyárt, ami olyan ízű, amilyet szeretnének az emberek, vagyis amit kellemes elfogyasztani, de abban semmilyen olyan anyag nincsen, ami gyakorlatilag az életműködéshez szükséges. Ezeket gyakorlatilag a természetbe találjuk, a növényekbe, a gyümölcsökbe, a kertben szaladgáló csirkehúsba, vagy szarvasmarhákban, vagy esetleg sertésekben, amit az élelmiszeripar előállít, azokban már ezekből nem sok minden található. A tápanyagszegény életmód mellett érvelhetünk így is, de hiszen lehet már kapni táplálék kiegészítőket. A táplálék kiegészítők egy része, ami szintén már elérhető áron van, nagy része műanyag, mesterségesen előállított, amiből szintén nem sok minden szívódik fel. A táplálék kiegészítők csomagolásán általában fel is hívják a figyelmet arra, hogy szedésük nem helyettesíti az egészséges táplálkozást. Fogyasztásukkor olyan mellékhatások is előfordulhatnak, mint a vitamin túladagolás. Ez főleg szintetikus készítményeknél veszélyes. Tehát nem csak minden szól rohanó életmódunk mellett, de lássuk, milyen következményei lehetnek annak, ha különösen vonzódunk a magas szénhidrát tartalmú ételek iránt. Elsősorban elkezdenek az emberek hízni, aztán elkezd a vérnyomásuk felszökni, majd a cukor szintjük sem megfelelő, a koleszterinről nem is beszélve, mert gyakorlatilag a koleszterinnek is az első számú ellensége az ilyen táplálkozás. Azt mondja az irodalom ezzel kapcsolatban, hogy visszafordítható a kettes típusú cukorbetegség. Az egyes, ami gyerekkorban kezdődik, az már egy kicsit bonyolultabb dolog, de én azt gondolom, hogy ezzel a táplálkozással azt is olyan irányba lehet terelni, ami kezelhető, és a többi cukorbetegség okozta betegséget esetleg elkerülheti valaki. A nagy fruktóztartalmú kukoricaszirup és szénhidrátok megemelik az inzulin szintet, és végül tönkreteszik a cukor lebontásáért felelős rendszereinket. Ismét a város határában járunk. Ezúttal Palásti László felesége Kati navigál minket a család egyik kedvenc helyén. Itt valóban minden természetes. Kati elmondta, az itt vadászó sasok rendszeresen keringenek a tanya felett táplálékszerzés reményében. Általában sikerrel is járnak, de azért nem mindent visznek és vittek el. Bőven van még állat, ami él és mozog, nagy örömet okozva ezzel is gazdáiknak. Nálunk itt a tanyán elég sokféle jószág megtalálható. Elsősorban mangalicákkal foglalkozom, meg vannak dulkaim, és igazából most 9 anyadisznom van, meg ennek vannak most még valamennyi malacai. Megtalálhatók a libák, kacsák, baromfiba, van orpintonom, brámám, itáliai. Megtalálható még a birka, anyajuhaim vannak, amiket mi szoptattunk, és így felnőttek, és most már ennek a bárányait értékesítjük. Amiket itt láttok, baromfik, meg kacsát, libát, azt mind tyúkok alatt, libák alatt úgy keltetem, és megnevelem őket igazából. Az, hogy miért legyenek szabadon, ez a tanyának ez a jellegzetessége, és ezt tartom fontosnak. A modern, iparosított mezőgazdaság jelszava,
a nagyobb, gyorsabb, kövérebb és olcsóbb. Ez be is igazolódik. Megkérdeztük, hogy mire van nagyobb igény. A természetes, egészséges környezetben élő állathúsára, vagy a szupermarketben megvásárolt élelmiszeripar által előállított termékekre. Van az a réteg, és ez mindenhol, nem csak Kecelen, mindenhol megtalálható. Akinek kevesebb pénze van, az olcsó árut keresi. De aki megfizetheti és fontosnak tartja az egészségét, az a jó minőségű és tanyasi vagy saját nevelésű baromfit fogyasz, vagy akár egy sertés, vagy bármi. Az állatok megfelelő vagy helytelen táplálása befolyásolja a zöldségek, gyümölcsök egészségi állapotát is. Ezáltal a miénket is. Gyakorlatilag a szarvasmarhák is ugye nem a saját természetes környezetükben vannak tartva. Nagy ipari szarvasmarha terepek vannak, ahol ezeket az állatokat mesterségesen etetik. És még csak nem is szálas takarmánnyal, ami gyakorlatilag jó lenne, hanem kukoricával, ami okozza a szarvasmarha emésztőrendszerébe ezt a kóli baci telepet gyakorlatilag, ami kikerülve a trágyájukban hatalmas telepeket alkotva öntözik a növényeket, zöldségféléket, és ezáltal megfertőzik ezeket a növényeket. Amit az emberek nyersen fogyasztanak el, gyakorlatilag ez a kóli baci bekerül a szervezetükbe, és így okozhat egy olyan hasmenéses elváltozást, betegséget, amiben bele is lehet halni. Mi a garancia arra, hogyha megveszek a boltban egy gyümölcsöt, akkor az nem lesz kóli baktériummal fertőzött? Tehát hogyan tudok én védekezni? Hát gyakorlatilag ezeket a növényeket nagyon alapos mosás alá kell vetni, de hát ugye vannak olyan zöldségfélék, amit kevésbé, például a salátalevelet igazából nem fogod tudni körömkefével, vagy esetleg szivacsal dörzsölgetni, mert egy almát meg tudsz mosni. De ezeket a zöld salátákat, amiket nyersen kell elfogyasztani, nem nagyon. Tehát ez nehéz. Melyik az olcsóbb? Egészségesen táplálkozni, vagy megvenni a szupermarketben a polcokon található termékeket? Szerintem semmivel sem lenne drágább egészségesen kertből és hazai termékekből otthon megfőzni és megcsinálni a táplálékunkat. Csak oda kéne figyelni, és egy picit talán több időt kellene ráfordítani. Ezek az állatok láthatóan elégedettek sorsukkal. Ha a boltokban csak hozzájuk hasonlóan táplálkozó állatokból előállított élelmiszert lehetne vásárolni, talán nem is lenne okunk panaszra. De sajnos az évek során olyan dologgal kapcsolatban hagytuk, hogy kicsusszon az irányítás a kezünk közül, mint az étel, amit megeszünk. De mit lát a kozmetikus, a helytelenül táplálkozó emberek bőrén? Az a baj, hogy úgy jönnek, hogy pattanások vannak, de igazából ezek nem pattanások, hanem pattanásszerű csomók és egyéb kinyomhatatlan elváltozások, ami gyakorlatilag a lerakódott méreganyagokat tartalmazzák, amit a szervezet nem tud mit kezdeni. És ez nagyon sokszor a táplálkozásra vezethető vissza. És ez csak a bőrünk, ami jelzi, hogy valami nincs rendben azzal, amit takar, vagyis a testünkkel, a szervezetünkkel. Mára ennyi fért 10 perces műsorunkba, legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, ismét ugyanebben az időben. Válasszák akkor is a Kecelvárosi Televíziót. Viszontlátásra!